Túl sok tétje nem volt az idei utolsó mérkőzésnek, hiszen a kékmezes ötödik helyezett szoboszlóiak számára már nem volt lehetőség dobogóra kerülni, a PLE pedig ugyebár sereghajtóként búcsúzhatott a megye egytől. Az első komoly helyzet a 15. percben a miénk előtt adódott, ám Horváth Imre rossz megoldást választott, talán ha középre adta volna. Az ellentámadásnál aztán rendre jó döntéseket hoztak a vendégek, s az előbbi helyzet után egy perccel már is csapatunk kapujában landolt a labda. 1-0 oda. A 24. percben kis hián 2 lett közte, egy középről leadott lövés nyomán Kunkli elvetődve hatalmasat védett. A 42. percben a féléves eltiltása után először pályára lépő Ferenci szabadrúgása suhant mellé. Fordulás után az eső, illetve a felázott pálya is főszerepet kapott, hiszen ez a lapos lövés alaposan becsapta Kunklit, így az 51. percben 2 gólos lett a vendégelőny. Sajnos nem sokáig volt így, hiszen alig 2 perccel később jött a 3. szoboszlói találat, s ezzel el is dőlt a 3 pont sorsa. Igaz, akadtak azért próbálkozásaink, így Magyarósi Zoli szabadrúgása mindenképpen gólt érdemelt volna. De a kék mezesek is növelhették volna az előnyüket, itt épp a kapufa mentett. A végeredmény a 77. percben alakult ki, egy formás akció végén Magyarósi Zoli szerezte meg a becsületgólunkat, a bajnokság utolsó ladányi találatát. Így 3-1-es vereséggel zárta együttesünk a megye 1-es szezont, s ősztől újra következhet a megye 2.